Sziasztok, Painfreaks, ez itt egy újabb videó, méghozzá egy újabb Call of Duty Black Ops 2-es videó, Black Ops 3-os videó, miről beszélek. És továbbra is felvisszük a család accountját az 55-ös szintre, és a mai nap kezdünk egy kis Domination-nel szerintem. Na tehát, elkezdjük ezt is, és jelenleg 14-es szinten vagyunk, úgyhogy már csak 40 szint. És ja, van egy király kamó erre a fegyverre. Nuketown skin. Hello! Elnézést. Te mit keresel ott fönt? Megengedtem? Nem. Itt vagy, megöltelek. Amúgy szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit gondoltok erről a Call of Duty-ról, valamint mit gondoltok mostanában a Call of Duty-ról. Például meg fogjátok-e venni az újat? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Én őszinte leszek, nekem nem tetszik ez az ugrabugrálás, nekem sokkal jobban tetszett a Black Ops 2, főleg, hogy ez a public enemy gyerek úgy agyonver, ahogy ezt kell. Ez az, elfoglalok egy zászlót. Ezt a game modot a család úgy jegyezte meg, mint a játék, ahol el kell foglalni a zászlókat, úgyhogy... Oh, hello! És nem sikerült megölni, de legalább van egy UAV-m. Hoppá! Wow, egy pillanatra elhittem, hogy jó vagyok. Elnézést! Ide jönnek, érzem. Gyerekek, kell az a 100 pont. Nem lett meg a 100 pont, azt sem tudtam hol van. Yes! Király! Nem tudom, hogy elfog, vagy megöltem-e bárkit is azzal a gránáttal, nem tudok beszélni. Húha, húha, húha. Megöltünk? Azt a fél csapatom kicserélődött. És van egy 1000-es szintű az ellenfélbe. Na jó. Ez meghozta a kedvemet. Könyörtelen leszek. Ó, öltünk egyet. De hogy nem halnak meg? Miért nem halnak meg? Ez az, megöltem valakit. Ennyi volt. Ó! Oh. És lekéselnek. Ez az! És mellé lő! Kilépett a gyerek! Kit megöltem. Az a gáz, amikor még így is te vagy a második legjobb a csapatban. Nem a gyerekek, ez volt az első meccs vége szerintem. Nem gyakran fogok sniperezni ebbe a sorozatban. Remélem megértitek. Na jó van gyerekek, itt vagyunk megint, és most is Sotival fogunk menni. És valószínűleg ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja, hogy level up-oljunk. Ennek a játékmódnak a neve Chaos Moshpit, most és ilyen mindenféle gyors tempójú cuccokba bedob.
Inkább megyünk a kudával. És megpróbálok egy shotgunnal játszani. Az ellenfél bázisában vagyunk, teljesen egyedül. Hello, szia, hello, szia, hello, szia. Hello, hello. Hello. Aj, a falon keresztül megölt. És igen, ez kész. Jaj, mennyien vagytok! És hátba lőnek. Nem baj, szereztünk egy double killt és megszereztük a tagjeiket is. Hello! Túl sokat mondom azt, hogy hello! De hát... annyian vannak, hogy... időm sincs köszönni mindenkinek. És már mögöttem van, tehát most spannolt le a másik oldalon. Oh, hányan vagytok itt? Én csak körbe-körbe forgok és próbálok lőni. Jaj, ezt miért nyomtam be most? Most elpocsékoltam. Na mindegy. Mégse pocsékoltam el. Hello, hello, neked is. Hányan vagytok? Kill confirmed, kill confirmed. Annyian voltak, mint az állat. Hogy kell gyorsan menni? Így? Igen. Jó, és akkor így. Szereztünk egy killt. Az jó. Húha, na most jól megy. Ezzel a kudával jól megy. Semmi mással nem tudok jelenleg játszani. Bár azért kicsit olyan érzés, hogy ez, akikkel most játszok, azok nem túl jó játékosok. Jaj, ez kajakra mondom izgalmas, de nem merek közben beszélgetni, mert biztos megölnek. Azt a mindenit, na most özötöltem egymás után. Ezt most behívom. Kérlek, legyen egy triple kill. Csak double. Jó lesz ez. Ó, te kis rohadék. 75 pont hiányzott a talonomhoz. Na jó, újra töltök és berohanok. Tögölj már meg. Végül is egy emberre csak egy tárat használtam fel.
És egy sniperrel figyelte tovább, hát ez kész. Hagyjatok békén! Na jó, váltunk fegyvert. Mindjárt vége van ennek a meccsnek. De hogy nem halt meg? Hát annyit lőttem bele, mint az állat. Azért öltem megint kettőt. Jó, már mindjárt vége van, úgyhogy meghalok még egyszer a biztonság kedvéért. Ó, gyerekek, ez izgi volt. 42-23, az eddigi legjobb meccsünket mentük. Én legalábbis nagyon élveztem. Úgyhogy gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, hogy tetszett, dobjátok egy like-ot, hogyha nem tetszett, dobjátok egy dislike-ot, és ott van lovas 0808 a legtetején. Hát igen. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, ahogy mutatta a jobb oldali csávasz, és hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, és írjátok le a komment szekcióban, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Painful voltam, és a viszonthallásra.